Lebilincselő beszélgetésre került sor tegnap este a kolozsvári Bulgakov irodalmi kávézóban. A Helikon Estek rendezvénysorozat keretében Bréda Ferenc író, filozófus a Mítosz mögötti mítosz címmel osztotta meg az érdeklődőkkel az ókori népeknek a régmúlt ködéből felsejlő mitikus világáról, illetve annak a mai ember számára is fontos tanulságairól alkotott nézeteit. A mély gondolkodástól barázdált arcú mestert az est házigazdája Karácsonyi Zsolt költő, a Helikon irodalmi folyóirat főszerkesztője faggatta. Igaz, erre csak gyéren volt szükség, mert Bréda Ferenc lévén egyetemi oktató csak nem kerek előadásként fejtette ki nézeteit. Mitológia mindennapi használatra. Azt hiszem, hogy ez volna az általános címe annak az előadásnak, amit ma este hallhattunk öntől. Mire használhatja a 21. század embere a mitológiát? Legyen az akár görög, egyiptomi, latin, vagy bármiféle eredetű? Elsősorban úgy mondjam, kulturális utazásokra, mentális expedíciókra, amelyekre mindannyiunknak némelykor szüksége van, és többek között gyakorlati haszna is van, tudnillik, lévén, hogy ezek a sztorik, gyakorlatilag ezek a mítoszok, általános és több évezredes emberi cselekvés programoknak a rövidített sémái, meg a forgatókönyvei, lehet használni őket természetesen a mindennapi kicsi kérdéseink megoldására is. Van válasz bennük, és jön a válasz. Tehát egy ilyen, hogy úgy mondjam, minden mítosz egy olyan játék, amelyik játékgép, amelyikben nyerő találatok vannak. Hogyan került ön kapcsolatba a mítoszokkal, és miért maradt meg ez egy ilyen örökérvényű foglalkozásnak az ön számára? Gyermekkoromban nagyapám, dr. Lévai Lajos, nekem mesék helyett, amiket kértem, és néha követeltem finoman, unokaként a görög mitológia különböző híres eseményeit, mitoszait adta számomra, úgyhogy olyan 10 éves koromtól valahogy ez olyan természetes művelődési podgyászként velem volt, úgyhogy nem is tudtam eltekinteni a mitológiától, elsősorban a görög-rómaitól, de természetesen aztán ez tágult, édesapám, Bréda Ferenc, református lelkipásztor és esperes munkássága folytán, a héber és egyéb keleti, enyhén keleti mitológiákkal is, germán, másokkal. De elsősorban a görög-római, abban benne van minden. Meg aztán a folklór, ugye, a magyar mesevilág, Benedekelek gyűjtéseiben is, meg népballadakincsben nagyon-nagyon sok olyan elem van, ami összemberi vonatkozású, és gyakorlatilag számos választ is tartalmaz a mindennapi kicsi kérdéseinkre, vagy a nagyobbakra is. Gyakorlatilag ön azt állítja, hogy bármilyen történetben fölfedezhető egy mitológiai vonal, egy alaptörténet, amire minden visszavezethető, és amiből kiolvasható a válasz. Nem, mert így gondolkozás maga is mitológikus.
Teszem azt például a kvantumfizika legújabb elméletei mitológikusak. Például a Hur elmélet, az nem egyéb, mint az orfikus mitosz egyik modernizált változata. Tehát bárhol ott van a mitikus gondolkozás, nem tudjuk kikapcsolni, mert ez a, hogy úgy mondjam, a mentális eszközünk, a járművünk, ami egyszer gondolkozás, ami egy gond, ugye, a gondolkozás. Ugye, és hogyha megszületett a mítosz, akkor nagyon kevés kellett ahhoz, hogy megszülessen a mítosz kritika is, és ön ebben is jártas. Mi is az a mítosz kritika, és miért van szükség rá? Mítosz kritika akármilyen művészeti alkotást mitológiai szempontból mér föl, és megpróbálja kideríteni azokat a pontokat, ahol valamelyik mítosz közrejátszik az illető szerző és a befogadók recepciójában is, meg ebben a viszonyban, ami a szerző és a befogadás között működik. Például, ugye, aki a Terminátor 2-t látta Schwarzeneggerrel, ugye, mikor az utolsó jelenet, hogy egy kohóba ő leereszkedik és elég, és a mutató ujját azért felemeli, hogy minden rendben és vagány az ügy, ez nem egyéb, mint a Herkules mágia halála. Tehát ugyanaz a mitosz van reaktiválva, föltámasztva a filmbe. És azért is hat annyira. Tehát mondjuk ez egy mitokritikai alkalmazása mondjuk a filmre, de bárhol fel lehet fedezni ilyen mitológémákat, amelyek elsősorban sikeres műveknél ott vannak. Aki nem használja a mitológikus gondolkozását, a műve nem olyan, nincs akkora húzása, nincs akkora siker. Hogyha akkor archetípusokról beszélünk, akkor ön hogyan határozna meg magát? Hát ez egy nehéz kérdés, nem én kell meghatározzam magamat, hanem a befogadó. Na, akár mit mondok magamról, az valószínű, hogy hiúság, vagy hazugság, vagy egy olyan kép, amit magamról akarok festeni. Tehát ezt a befogadó mondja meg, ő definiál. Nem. Én nem tudom definiálni magamat, nem is akarom, és elég lehetetlen az öndefiníció. Ez így van, azonban mindenki tudja, hogy Kolozsváron a Bretter körök folytatójaként ön volt az a filozófus, amelyik igazából ezt az orális filozófiai iskolát életben tartotta és folytatta hosszú éveken, évtizedeken keresztül, és hogyha például egy antik görög filozófushoz kellene hasonlítania magát, csak azt mondom, hogy hasonlítania, akkor melyik iskolát választana? Az igazi gondolkozó az nem csapódik senkihez, hanem egy időn túl kialakítja a maga több mindenből effektíve, kialakítja önmaga bölcseleti személyiségét. És innen-onnan átvesz egy elemet, és azt olyan kompozit tehát gyúrja össze, ami még mozog, közben is, még jön egy elem, vagy kiesik, hogy az, hogy úgy mondjam, a saját
világ üveggömbje, ami keresztül a világ jelenségeit átszűri, nézi. Tehát egy ilyen lassan-lassan, úgy mondjam, iskolák közötti vízió ez. Nagyon sokat hatott rám, és azt nem tagadhatom, az alkímia, és a nyelvi és szellemi alkímia.